melyik legyen? Ez. Jó figura! Mit csinálsz? Azon gondolkodom, hogy miről szóljon a következő videó. Nem mindegy. Úgyse nézi senki se a szarságaid. Ébresztő! Ébresztő! Egy kocsaszájú picsa, jó reggelt, posztja alatt nagyobb a forgalom, mint nálad. Jó, értem én, hogy minden a fizetett közönségről szól manapság, az érdeké és a kirakadt barátságokról, meg a kikönyörgött feliratkozásokról, de vannak még olyanok, akik informatív tartalommal kívánják szolgálni a közjavát. Informatív tartalommal kívánják szolgálni a közjavát. Grécsivel négyszer körbe sétáltátok a magyaródi pályát, és két lépésenként megállított, mire ezt betanultad. Még geci? Mindegy, úgyse érted. Na, nem kell megsértődni rögtön, buzika. Tudod, hogy én veled vagyok? Ráadásul az utolsó beszélgetésünk óta én is gyűjtő lettem. Akkor már négy kemény napja gyűjtesz? Bekaphatod, jó? Te is kezdted valahol. De hogy lásd, kivel van dolgod, itt az első fogásom, és felhasználhatod a csatornádhoz. Mi a fasz? A few minutes later. Ülj már le, bassz meg! Amúgy hol szerezted ezt? Osztrákban voltam a hétvégén egy lombvásáron, és ott találkoztam ezzel a macedón figurával, aki 130-at akart értele, mondtam neki, hogy lefelé, 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 boom, 100, és az enyém lett. Ügyes. Ismersz, haver, van aki szop, és van aki szopat. eBay-en 150-ben megy bástya, nincs rajtam fogás. Akkor lássuk, mi ez. Konami, ez jól kezdődik. Ja, hogy még Atlas is? Aki? Ja, várjál, megvan! A görög figura a tekegolyóval a hátán. Nem, ezek japánok, és nekik köszönheti a világ a Persona játékokat, és mivel csak észak-amerikai terjesztéssel rendelkeztek, gondolom itt jött képbe a Konami, hogy valaki az európai piacon is terítse a játékot. De ez a Denno Aizo név, ez teljes mértékben ismeretlen a számomra. Na mi van, okoska? Mégse tudunk mindent. Figyelj! A mai felhozatallal ellentétben számomra nem okoz problémát kérdezni, hogyha valamit nem tudok. Mobilnettel és Google-val a faszom is tud okos lenni. Szigorú vagy, bástya. The only things you can do, az alacsony költségvetésű játék első jele. Nem nézették át a fordítást. Van egy olyan érzésem, hogy ótvarszar lesz ez a mutatvány, de nem akarom lehervasztani ezt a bohócot. Most jut eszembe, le kell lépnem sajnos, találkozom van ezzel a gamer csajjal. Ha, egy gamer csaj? Szóval ezért kezdtél te gyűjtősködni? Ha, ismer, semmi nem kerül el a figyelmemet, és a gaming most igen megy. Ideje egy kicsit köröznöm a kocka háromszögák körül, hogy aztán kiixelhessem őket. Whatever you say. Figyeljé! Milliószor elmondtam már, hogy velem ne dumálja angolul. Tele van a tököm azzal, hogy mindenki stream, meg NPC, meg content. A múltkor, amikor a parkon keresztül rövidítettem, láttam, hogy egy művész köcsök bolondít valami francé lánykát, és amikor melléjük értem, hallom, hogy a csáv azt mondja, hogy vacsoltam a bőrdöt, ahogy flyolt a skyon. Bazd meg, a soktól felkaptam a kutyaszart a járdáról, és a csávó melkasára egy Superman jelet rajzoltam. És elfutottam. Hát végül is lássuk be, te se vagy egészen normális vagy, igen? Nem egészen normális ez a világ sem. És Batman nem hazudik figura. Na, húztam a belem, terecskázz a játékra annyit, amennyit jól esik, de aztán ne összeragadt kézikönyv alatt vissza. Csá! Nem akartam ennek a szerencsétlennek a lelkébe taposni, hisz bár az egyik legnagyobb szélhámos, akit ismerek, a szíve a helyén van. A játék már nekem is megvan egy ideje, bár miután készhez kaptam körülbelül 15 percet, ha töltöttem vele, szóval... Jó, őszinte leszek, teljes mértékben elfelelkeztem róla, ugye nézzük tovább az intrót. Ha a megjelenéskor láttam volna ezeket a képsorokat, valószínűleg lefosom a bokám a színkavalkáttól és úgymond gyors vágásoktól, de 20 évvel később ez nem többet CGI mosléknál, ami zéro értelemmel bír. A véletlenszerű helyszínek és még jelentéktelenebb arcok után az intro a semmiből hozzánk vág négy karaktert névvel együtt,
akik társként szegődnek majd mellén kalandjaink során. A sztori pedig amellett, hogy vajas kenyér még gyermeteg is. Egy metróbaleset túlélői vagyunk, és egyedül botorkálunk a vérrel és törmelékkel teli alagútban, miközben érezzük, hogy valami rettenetes leselkedik ránk a sötétségben. Hey, hello friend! A metró alagútból eljutunk egy föld alatti bunkerhálózatba, név szerint a Tokió mesbe, amit a kormány építetett a katonákkal a háború alatt, viszont napjainkban különféle félelmetes alakok búvóhelyeként szolgál, akik a felszín értékrendje és törvényei elől menekültek ide. Gondolom a készítők egyszer sem látták a pusztított Snipes-szal és Stallone-val. Már a menüben torka szakadtából üvölt az arcunkba az egész játékot körüllengő puritán szellemiség. Start, load, options. Az utóbbi alatt beállíthatjuk, hogy rászkódjon-e a képa vagy sem, akarunk duások élményt avagy sem, és angolul, franciául vagy németül szeretnénk-e csíkozni a szotyolát. Nehézségi fokozat nincs, úgyhogy let's get lost. Itt is a következő CGI videó, a következő helyesírási hibával. What? What the fuck? A meccs állása az 5. percben tehát 2-2. Tanulni lehetünk némi zombi actionnek, amit érdemes lesz jól megnézni, mert ez lesz az egyetlen, amivel a játék során találkozni fogunk. Fröcsköl egy kicsit a málna, majd jön az intróban már előtt metróbaleset, és voilà, egy karbantartó helyiségben vesszük át az irányítást. Na gyerekek, ki tudja, mi hiányzik a képernyőről? Így van, ez se nem Resident Evil, se nem Fantasmagória, de még csak Gabriel Knight sem. Belső nézet, csak és kizárólag. Jobb hiány, tehát magunkhoz veszük a pajszert és az iránytűt, felpattintjuk az aknafedelet, és irány a csatorna. Idelent aztán kiderül, hogy a metróból magunkkal hoztunk egy kislányt, akit már az intróban láthattunk, Naomi névre hallgat, és ő lesz az első útitársunk. Mielőtt bármiféle hiú ábrándokat kergetne bárki is, hogy a kis hölgy komolyabb segítséget nyújt majd, nos, igen, de valójában nem. Játék közben a négyzet lenyomásával beszélgethetünk útitársainkkal, és bár értelmes dolgokat nem nagyon fognak nekünk mondani, lesznek szituációk, ahol automatikusan felhívják a figyelmünket rá, hogy az adott terület nem túl bizalomgerjesztő és kifejezetten rossz megérzésük van ezzel kapcsolatban, így lehet, hogy nem arra kéne mennünk. Persze nem kell megfogadnunk ezeket a tanácsokat, de ebben az esetben a játék ezt egy frankó elhalálozással fogja díjazni. Jobban mondva, először az útitársunkat fogja megölni az ellenség, és ha utána nem tudunk azon nyomban elmenekülni, akkor bizony mi jövünk. A következő szélhámosokkal haverkodhatunk a játék során. A már említett Naomi, aki megérzi a veszélyt, és ha ő van velünk, akkor az ellenség pozíciója láthatóvá válik a térképen egy villogó sárga pötty formájában. Itt van aztán Kyoji, aki egy sorozatgyilkos, és az első áldozat egy rendőr volt, akinek a szolgálati fegyverét magával hordozza egyfajta talizmánként, és persze az ellenfelet is el tudja vele riasztani. Következő delikvens Leroy Ivanov, egy ruszki katona, akit a csapatával együtt rendet rakni küldtek ide, és ő maga egy rakétavetővel riogatja a jó népet Tokió mesben. Utolsóként pedig itt van René Lorraine, egy francia újságírónő, aki a Szentgyűrű szekta után nyomoz, nála pedig van egy buzi. Ő izé-uzi. Persze, ha nincs éppen útitársunk, és megtámadnak, akkor rögtön meghalunk, és vissza is tölthetjük az utolsó mentést. A mentési pontokat eléggé furán oldották meg a készítők, javarészt a mechanikus kapukon való átlépéskor ajánlja fel a játék a lehetőséget, és mindenkinek melegen ajánlom, hogy éljen vele, továbbá kétszer ellenőrizze, hogy tényleg lementette a játékot. Ezek a kapuk pálya közti átjáróként szolgálnak, és ha mondjuk az előző pályát A-tól Z-ig átvizsgáltuk, átlépünk a következőre mentés nélkül, majd az aktuális pálya maxolása közben belefutunk az egyetlen veszélyt jelentő ellenfélbe és az ledarál minket, akkor a hirtelen jött idegrohamtól egyre átharapjuk a 25-ös betonacélt is. Jó van, hülye gyerek, azt mindenki tudja, hogyha meghalsz, akkor az utolsó mentési ponttól kezded újra, de mi az, hogy az egyetlen veszélyt jelentő ellenfél? Most biztos mindenki azt hiszi, hogy be vagyok lőve. És bárcsak belennék. De a játékban tényleg csak egy, várj, mutatom, egy darab ellenfél van. Ez pedig nem más, mint ez a faszorú ninja. Nem ez. Ez. Sajnos jobb jelzőt nem találtam erre az életformára, ami úgy néz ki, mint egy Power Ranger, aki 5. éve partizik az egyik legelvetemültebb őrsvezértéri Homeless brigáddal. Az egyetlen pozitívum, persze az is csak számára, hogy a testében végbevenő mutációnak köszönhetően folyamatosan alakul át, egyre erősebb és gyorsabb lesz, de ettől függetlenül nagyobb kihívást nem fog jelenteni, leszámítva a szűk folyosókat, ahol képtelenség eliszkolni mellette. Amennyiben valaki fülessel szeret játszani, jóval egyszerűbb dolga lesz, ugyanis ha a közelünkben van, elkezd fújtatni és hörögni, így a hangforrásának irányával ellentétes területeken kell keresnünk majd a lelki békét. És persze a kijáratot. Egy ilyen játékban azért elvárna az ember némi kihívást, de még a fejtörők is ultra primitívek. Kész, ennyi, és ezt most komolyan mondom.
Egyetlen egyszer kellett 10 percet variálnom, mégpedig akkor, amikor az Istennek nem akart emberünk egybeilleszteni egy két félre szakadt beléptető kártyát. Kereszteztem mindent, ami nálam volt, és vajon mi volt a megoldás? Na mi? A két fél kártya alapján a nálunk lévő üres kartonlapba kellett csavarhúzóval beleböködni a megfelelő helyre a lyukakat. Genius! A game automappinget használ, és a térképet a háromszög segítségével elég sokszor elő fogjuk húzni, ha csak nem akarunk 15 perc után egy a saját farkát kergető kutyára hasonlítani. Pályalépéskor a kapuk közelében található egy információs terminál, amiben rögtön a játék elején felvett Iron Cardot csúsztathatjuk, és így megleshetjük az adott pálya beosztását a fontosabb helyszínekkel, avagy szorgalmi feladatgyanánt le is rajzolhatjuk magunknak, ha már az említett 25-ös betonacélból vannak az idegeink, avagy szeretjük harabdálni azt. Tudom, vannak köztünk elvetemültek, akik szeretik memorizálni a pályák egyes szegmenseit, ha nem rögtön az egészet, de ebbe a Hell Knight nevű szárazpenészes teasüteménybe bele fog törni a foguk. A végére hagytam a játék nyújtotta audiovizuális terort. Már az első 2-3 pálya is vastagon kimeríti az unalmas és repetitív tervezés fogalmát, de a második szinten található lakónegyedtől kezdve, ami mellesleg egy hatalmas nyilvános klozetnek álcázott, erdőszéli vadászház hangulatát kelti, a kutatónegyed labirintusán át, amit rohadjak meg, ha nem a Silent Hill első részének végén felbukkanó eszement megoldások is lettek, egészen a valaha létezett legcsúnyább LSD tripre hasonlító utolsó pályadizájnokra, amit az idegvégződéseinket fénypálcikákkal felzobáló soundtrackkel koronáztak meg. Az ég szerelmére, hát mi a rabok fasza ez? Nem ismerek sem kattant, pláne nem épelmű embert, aki ezt az agybaszó szart 5 percnél tovább lenne képes elviselni. Viszont kénytelenek leszünk ezt hallgatni, ha nem akarunk belefutni a szörny pofájába, és az kurva fix, hogy órákig fogunk ezekben az útvesztőkben keringeni, mert a pályaelemek az unikorn és a szivárvány összes színében pompázó geci foltjára hasonlítanak, amin még maga az unikorn is se igazodik el. A pontot az íre pedig a finishben előtt mutatván teszi fel. Az utolsó küldetés négy pályája nemhogy hasonlít egymásra, hanem egy az egyben ugyanaz, és a tetveszőn pedig jelen van mind a négyen, de mindig máshol bukkan fel. Van, hogy éppen ezeket a megbaszott futószalagokat őrzi, de úgy, hogy ott áll a végén, hogy neked esélyed se legyen kikerülni őt, vagy miután leugrasz a szalagról, ő ott vár rád a sarok mögött, úgyhogy nyugodt lélekkel töltheted vissza az utolsó mentési pontot, és próbálgathatod, hogy melyik alkalommal lesz a nagy lelkű a játék, és máshol helyezi őt, ezzel is kevésbé keserítve az amúgy is már szánalmas életed. Ja, és ezen az utolsó négy pályán pedig már nincs lehetőség a mentésre, tehát ha a Homeless Power Ranger a negyediken elkap, akkor kezdheted újra előről. A játék 99-ben jelent meg, a PlayStation életciklusának pontosan a felénél, de a grafika ennek ellenére olyan, mintha a Doom-mal vagy a Wolfenstein 3D-vel játszanánk Super Nintendon. Azt viszont nem vehetjük el a készítőktől, hogyha más nem is, lelket és érzést sikerült vinniük ebbe a nagyrakás csirkeszarba. Nagyon kevés játék képes a mai napig rámhúzni a kilátástalanság és a klausztrofóbia érzetét, viszont a Hell Knight-nak ez egy röpke 30 perces séta volt a parkban. Második pályától kezdve folyamatosan izzadt a tenyerem, és könyökig benne voltam a monitorban a feszültségtől, de sajnos egy idő után már a hiányosságoktól és bugyutaságoktól gyülemlett bennem az ideg, és teljes mértékben elnyomott minden pozitív érzést, amit iránta tápláltam. A Hell Knight abban az időben egy abszolút meg nem értett művész módjára tűnt el a színről, és azoknak, akik játszottak vele, sem ez az első játék, ami az eszükbe jutna akkor, ha egy beszélgetés keretein belül felmerül a survival horror fogalma. Egyértelmű, hogy az ehhez hasonló játékok szolgáltatták az olyan modern nagybaszások alapját, mint az Outlast, az Amnesia, vagy akár csak a PT, és pont ezért hatványozottan igaz a mondás, miszerint bukott proféták nélkül nincs fejlődés. Nagyon szerettem volna azt hinni, hogy ez az audiovizuális összevisszaság arról szólt, hogy nem állt a készítők rendelkezésére sem elegendő idő, sem elegendő zseton, hogy valami jobbat alkossanak, de sajnos csalódnom kellett. Emlékeztek még a videó elején elhangzott The Noaison évre? Ugyanez a brigád követte el 2 évvel később az ugyanúgy Atlas neve alatt kizárólag Japánban Dreamcast-re kiadott Dispiria című történetet is. Most nézzük meg a Hell Knight-ot. Majd a Dispiria. És újra a Hell Knight-ot. És újra a Dispiria.
Szerintem egyetértünk abban, hogy a Hell Knight-nak kellett volna úgy kinézni a PlayStation-on, ahogy a Dyspiria zenél a Dreamcast-en, és a Dyspiriának Dreamcast-en minimum úgy, mint a Project Zero, vagy a Forbidden Siren belső nézeteinek PlayStation 2-n. Summa summarum, ez tehát nem más, mint pusztán trehánság, hisz többek közt a Dennu Eizo nevéhez fűződnek a Megami Tensei sorozat egyes része is, amelyek a mai napig nagy népszerűségnek örvendenek. A felsoroltak persze nem tartják vissza a nyerészkedőket attól, hogy eszetlen pénzeket kérjenek a már közhelyes Rare, Low Print, Konami Masterpiece, Limited Run és hasonló okosságok odabiggyeztésével a különféle platformokon. A jelenlegi nekem a második példányom a Hell Knight-ból, ugyanis az elsőt 20 euróért vettem Ausztriában kézikönyv nélkül, az aktuálisat viszont egy eBay aukción nyertem kereken 22,60 €-ért, immáron tokkal vonóval, így az elsőtől nyugodt szívvel megválhattam beszerzési áron. És hogy ér-e ennyit ez a játék? Nem. Tudok olyan emberről, aki például Németországban egy bezúzásra váró Last Chance Records-ből kukázta ki egy neve nincs multimédia boltban 50 €-ért, de ez azért mák is kell, legalább 60 billenős kocsira való. Azok, akik már a 90-es években aktív PC gamernek számítottak és olyan címekért rajongtak, mint a Dungeon Master, a Stonekeep, a Ravenloft, a Lands of Lore, avagy hogy csak a legismertebbet, a Might and Magic sorozatot említsem, biztos imádni fogják és ajánlom is a figyelmükbe, mindenki más pedig, ha találkozik vele és a tulaj 5 eurónál többet kér, akkor a válasz csak annyi legyen, hogy oh, hell no! Ennyi lett volna tehát a Hell Knight. Do over the fuck you wanna do.